Hosszú ideig tartó átalakítást, felújítást, karbantartást követően június 11-én ünnepélyes körülmények között adták át a Fekete László Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyét az egykori kollégium emeleti szintjén. Az eseményen jelen volt a tulajdonos Tiszafüred város és a fenntartó, a Karcagi Tankerületi Központ képviselője is. A Fekete László Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola felújított székhelyének átadó ünnepségére az iskola hangversenytermében került sor. Az intézmény igazgatója, Kőműres Miklós üdvözölte a megjelenteket, majd a zeneiskola tanárainak és növendékeinek hangversenye következett. Elsőként a népzene tanszak kiválóságát Bíró Attilát mutatta be a vendégeknek, aki zenetanára Römer Ottó kíséretében mutatkozott be.
Ezután Kovács István és Bíró Ágnes zenepedagógus klarinét kettősét, majd Csernicki Márk zongora játékát hallgatta meg a közönség.
A hangverseny befejezéseként az új generáció képviselőjét, Nagy Lőrincet mutatták be, aki Bíró Ágnes tanárnővel együtt szaxofon játékával szórakoztatta az ünnepség résztvevőit. A rendezvény hivatalos részében először Újvári Imre polgármester kapott szót, aki elmondta, hogy az elvégzett munka egy széleskörű összefogás eredménye. Méltatta az együttműködést az önkormányzat, a karcagi tankerületi központ és a civilek között. A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a polgármesteri hivatal városüzemeltetési csoportja 2018-tól folyamatosan itt dolgozott az iskolában, a költöztetéstől kezdve a felújításig. Az épület felújítására nem volt pályázati forrás, ezért a Klebersberg központ és a karcagi tankerület által biztosított pénzből történt meg az anyagok, eszközök beszerzése, míg a munkát a városüzemeltetési csoport dolgozói végezték. Sági István, a karcagi tankerületi központ igazgatója megelégedetten mondta el, hogy mindenki segítette ezt a munkát. Az egykori kollégium épületét a Művészetek és a Tehetségek házának nevezte. Sági István összefoglalta azokat a fejlesztéseket, melyeket Tiszafüreden végzett a tankerület több mint 100 millió forint értékben. Amennyiben pályázati forrásokkal bővül a költségvetés, a felszabaduló pénzeket újabb fejlesztésekre fordítják. Igazgató úr tájékoztatást adott arról is, miért húzódik a Kossuth Lajos általános iskola felújítása. A zeneiskola igazgatója, Kőműves Miklós először azt mondta el, milyen nagy összefogást és segítőkészséget tapasztalt a felújítás során, mindezért háláját fejezte ki. Egy rövid történeti áttekintést adott 1982-től, az iskola megalapításától kezdve. Elmondta azt is, hogy a mai napig jellemző az intézményre az innovatív szemlélet, és az, hogy a tanárok egyúttal aktív zenészek is. Milyen összefogásnak és milyen segítő szándékot tapasztaltunk. Tény az, hogy bár nagyon szerettük a régi iskolát, mind helyszempontjából kinéltük, és az állaga is az utóbbi időben annyira lerondott, hogy ha nem költözünk, akkor is egy jelentős összegű költséggel kellett volna felújítani azt. Ehelyett született ez a sokkal célszerűbb és messzebb távra mutató megoldás. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy minden részről, értve itt a
a város önkormányzatát, a tankerületet, de mindazok, akik bármilyen módon részt vettek ennek az épületnek a felújításában, beszállítók. Na, akkor még 20 méter ebből, még két vödör abból, ami nincs a szállítom meg. Tehát ez így működött, és nem kellett kérni, elmondtuk, hogy még mi hiányzik, és akkor egyszer csak megjelentek itt 70 méter laminát, négyzetméter laminát padlóval, és egyebek. Tehát ezért nem tudunk eléggé hálásak lenni, és mindenkinek nagyon köszönjük. Egy iskola az két részből tevődik össze. Van az a fizikai környezet, ahol dolgoznunk kell, és van az a szellemi, amivel megtöltjük. Én úgy gondolom, hogy a mi kötelességünk az, hogy ezt hozzátegyük, ha már ennyit áldoztak ránk ilyen sokan. De úgy vélem, hogy nem állunk rosszul ebben. 1982 volt az, amikor némi ellenszélbe, de a város közvéleménye olyan hatást gyakorolt itt a vezetőségre, hogy még az ellenszél ellenére is azt mondták, hogy már pedig Tiszafüreden zeneiskola lesz. Elindultunk egy nagyon fiatal tantestülettel, 25 éves voltam akkor, a tantestület doájenje. Én voltam a legidősebb, legtapasztaltabb. Úgyhogy mondhatjuk, hogy a Hányó Kovács tudatlanságával fogtunk neki a dolgoknak. De amikor egy társaság együtt öregszik, valahogy mégis fiatal marad. Elmegyünk egy érettségi találkozóra, egy 40 éves érettségi találkozóra, és rögtön 18 évesek leszünk. Valahogy így maradt ez a mi nevelőtestületünkbe is. Voltak mozgások, jöttek, mentek emberek, azért általában hosszú távon gondolkozott mindenki, de ez az innovatív szemlélet, ez mindig jellemző volt az iskolánkra. Ugye Römer Otto tanárul, aki hosszú ideig iskolánknak az igazgatója is volt, az országban talán elsőként honosította meg a népzene oktatást, és egyébként ezt kevesen tudják, de a felsőfokú népzenész képzésnek ő volt a kidolgozója, az elméletének a egyik kidolgozója, és a gyakorlati meghonosítója. Mindig akik itt tanítottak, valahogy úgy alakult a dolog, hogy aki itt tanított, az nem csak tanár volt, hanem maga is aktív zenész. Szerintem nincs Európán olyan jelentős hangversenyterme, ahol valamelyikünk nem szerepelt volna. Meg hát Amerikától távol keleti, ahogy szoktuk mondani, meg ami közte van, azért elég sok helyen előfordultunk. És ez a fajta tapasztalat, amit láttunk a világban, és hoztunk magunkkal, azt mindig igyekeztünk itt a tanításba bevinni, és ezt átadni a gyerekeknek, a tanítványoknak. Szakértőként az elmúlt időszakban voltam egy hasonló nagyságú település zeneiskolájában, egy fiatal intézményről van szó, ők csak 25 éve működnek, és nagyon büszkék rá, hogy öt tanuljuk a 25 év alatt a zenei pályára. Nálunk a 35 év alatt, most megnéztem a statisztikát, 100 fölött járunk. 100 fölött járunk. Megyei versenyünk, akik elértek eredményt, az 400. Persze van olyan is, aki kétszer-háromszor. És körülbelül egy olyan 80-100 gyerekünk az, aki a OPA, illetve a minisztérium által meghirdetett országos tanulmányi versenyünknek a döntőjébe bekerült. Én úgy gondolom, hogy nem sok ilyen település van, ahol ilyen gazdag értéket tudnak
felmutatni. És nem véletlenül mondom, mert ez nem csak az iskolának az érdeme, hanem nyilvánvaló, hogy kell ez a támogató közeg, ahol értékként ismerik el munkánkat. Nagyon fontosnak tartjuk mindig, amit látták is, milyen üzen élünk a gyerekekkel. Tehát ez, amikor két ember egymás mellett zenél, az már nem tanárdiák, hiszen az egy egészen más. Tudásunkat átadjuk, egy kicsit most hadd büszkélkedjek. Nem tudom, figyelemmel kísérték el a Magyar Televízió legjelentősebb komoly zenei betélkedőjét, a Kamara Virtuózoknak pénteken volt a döntője. A győztes ütő triónak az a szerény szemüveges fiatalember, hát Kerek Csombor, ő a mi ütőtanárunk. Úgyhogy ezt is. És én úgy gondolom, hogyha mi lassan ki is veredszünk ebből a pályából, mivel a nyugdíj felé tartunk, olyan fiatal kollégáink vannak, akikre nyugodtan rábízzuk ezt az intézményt, hosszú távon is, visszafüllednek nagyszerű zeneiskolája lesz. Én ebben biztos vagyok. És ebből a házból pedig tényleg egy művészetek házát kívánunk csinálni, és ahogy mondtuk, mindenkinek felajánlottuk ezt a nagyszerű termet, ami igazán alkalmas arra, ilyen kisebb kamaraprodukció, akár egy olyan irodalmi est, ahol nem várható 300 ember és meghittebb, családiasabb, belsőségesebb, ha egy ilyen kisebb helyiségben. Tehát azt kérek mindenkitől, hogy nyugodtan keressenek bennünket, és használjuk közösen ezt a házat. Polgármester úr, igazgató úr, akkor felkérem önöket, hogy ezt a épületet a vasságban segítőjének. Az ünnepség utolsó részében a terem közepére kihúzott nemzeti színű szalag átvágása történt meg, amivel a zeneiskola felújított székhelyének hivatalos átadása történt meg. A szalag átvágás után az egyik tanteremben egy sajtótájékoztatóra is sor került. Itt Sági István tankerületi igazgató részletes tájékoztatást adott arról, hogy a felújításhoz szükséges forrás nagy részét a Klebersberg központhoz benyújtott pályázattal nyerték el, illetve további 5 milliót tett hozzá a karcagi tankerületi központ, valamint több millió forint értékű bútorzatot, eszközt vásároltak. Sági István felsorolta azt is, hogy az elmúlt években milyen és mennyi értékű fejlesztés történt meg három tiszafüledi intézményben. Újvár Imre polgármester további adatokkal egészítette ki a felújítást. Úgy ítélte meg, hogy a városüzemeltetés által elvégzett munkát külső vállalkozók 15-20 millióért vállalták volna. Újvár Imre tájékoztatást adott arról is, hogy a városi intézményekben jelenleg milyen munkálatok folynak. Kőműves Miklós a sajtótájékoztatón is megismételte, hogy példaértékű együttműködés volt a felújítás során, mindenki magáénak érezte az iskolát. Örömmel jelentette be, hogy a 2 éves Kodály hangszercsere program keretében a zeneiskola világszínvonalú hangszereket tud majd vásárolni.